A vállalat energiahatékony és környezetkímélő csarnoka fél év alatt épült fel. A beruházó azért döntött egyházkarcsa mellett, mert jó a közúthálózat és könnyen megoldható az áruszállítás. Wir haben im Grunde nach einem Standort gesucht, der die notwendige Infrastruktur bietet für uns. Ganz entscheidend ist das Containerterminal hier vor Ort, sodass wir im Grunde aus den Häfen, aus den Nordhäfen, Hamburg, Rotterdam und auch aus den Südhäfen, Koper oder Triest, die Ware hier bis an den Standort rankriegen. Und das wird uns hier an dem Standort in Dunajszkastréda durchaus gelingen über das Containerterminal. A cég az első körben 120 embert fog alkalmazni, majd a bővítés után 300-ra nő a foglalkoztatottak száma. Az már nem is csak egy házkarcsáról, hanem a Dunaszerdai régióról, a Csarlóközről szól. Ez egy történelmi esemény ebben a régióban. Biztosítsuk azt, ami kiesett a mezőgazdaságból. Biztosítsuk azoknak az embereknek az alternatívát, és azt hiszem, hogy a régiónak így az értéke maximálisan emelkedik. Az egyházkarcsai ipari parkba, Dunaszerdahely szomszédos kataszterébe a közeljövőben újabb 4-5 külföldi cég letelepedése várható. A régióban már jelenlévő világcégek megközelítőleg 2000 embert foglalkoztatnak. A következő években ez a szám várhatóan emelkedni fog. A cél az, hogy a jelenlegi járásbeli 7%-os munkanélküliségi arány csökkenjen, és a ma még otthonuktól távol dolgozók is a régióban találjanak munkát.